Három királyokról szeretnék beszélni, a Máté evangélium második fejezetére megyünk, és a napkeleti bölcsekről szeretnék beszélni egy kicsit. Azt mondja, amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehembe, Heródes király idejébe, imé napkeletről bölcsekövének Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövünk, hogy imádjuk őt. Heródes király pedig ezt hallván megrémül-e, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybe gyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit tudakozódik vala tőlük. Azok pedig mondának néki, a judai Betlehembe, mert így írta meg a proféta. Heródes idejében van, tudjuk, hogy napkeletről jöttek Jeruzsálembe, ez körülbelül 500 kilométerre van, ez egy komoly táv volt. És ugye itt van, hogy mondják, hogy hol születik meg a judai Betlehembe. És te Betlehem Júdának földje, semmiképp sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd a népet, az Izraelt. Figyeljétek, Heródes, a hetes azt mondja, ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakulá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe, mondta nékik elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől. Mielőtt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találják gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván imádják őt. A kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, most ez a napkeleti bölcsekre vonatkozik, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Ez a 12-es igevers. Mikor pedig azok visszatérjenek vala, imé megjelenik az Úrnak angyala Józsefnek álomba, és mond a kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén bevé a gyermeket, annak anyját, éjjel és Egyiptomba távozik. És ott volt egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, a proféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, és még két igaverset szeretnék. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodik, és kiküldvén megölette Betlehembe és annak egész környékén minden gyermeket kettő esztendőstől, és azon alul az idő szerint, amely szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás proféta mondott, amit ön így szólt. Szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves rajgatás. Ráhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Hát, ha kinyissuk egy kicsit, miről is szól. A napkeleti bölcsek és a féltékeny Heródes királyról szól. Két különbség van, az egyik ugye az áldozatot hozott elő, megölte a gyerekeket, micsoda szörnyűséget művelt. Ma is többször jártam már a betlehemi templomba, és ott egy külön az alsó szinten, a pincerészen vannak elhelyezve ezek az áldozatok, a gyermeki áldozatok, két éven aluli akkori gyermek, aki volt, mindet megölette. Tehát az egyik Heródes, aki egy áldozatot hozott elő, vagyis megölette, gyilkosságot csinált. A másik, ugye Jézus, aki megszületett, az életet képviseli. Azt tudjuk, hogy a három királyok 500 kilométerre voltak, 500 kilométert tettek meg, a napkeletről jöttek, és tudnunk kell, hogy ők egy más kategóriába és más szellemiségben nem az egyistent imádták, és mégis valami megérintette az ő életüket. És messze voltak, és messzire indultak el Betlehemig. Ez egy komoly idő, 500 kilométer, még kocsival is sok, hát még ugye tevével. És szellemileg igen távol voltak Jézustól, mert más látásuk volt nekik, ugye? És nem voltak olyan csodálatos ígéreteik, proféciájuk, és nem volt olyan gyönyörű Bibliájuk, mint nekünk, és mégis ezen az úton találjuk meg őket, amely Jézushoz vezet. A parázna Ráháb,
aki tudjuk, hogy ő sem volt egy Isten imádó, tehát nem a keresztény világban született meg, más Istent imádta. Vagy akár ott van Naomi menye, Ruth, ugye, Boaz feleségével vált, ugye elvette őt egy zsidó férfi, más kultúrából jöttek, és mégis Isten népének segítettek. Hát Ruth tudjuk, hogy egy moabita lány volt akár. Ha megnézzük a napkeleti bölcseket, kitartóan vándoroltak, tudakozottak, ugye a fiú felől, láttuk az ő csillagát, imádni jöttünk, elismerni, hódolni, tudjuk, hogy tele voltak kincsekkel, gazdag királyok voltak, és a bölcsek valójában nem versenytek egymással, őket valami imádat vezette, és egy hosszú utat tettek meg, és ez egy komoly példázat a Szentírásban, hogy lehet nagyon messziről is Jézushoz közelíteni, és ha megnézzük Heródest, 8-10 kilométerre volt, hisz Betlehem nagyon közel van Jeruzsálemhez, 8-10 kilométer nincs több a belvárostól, és nézzétek meg, hogy lehet, hogy valaki egész közel van Istenhez, és mégis nincs olyan buzgóság a szívébe, hogy keresse. Mi nem félünk a távolságtól, hisz mindannyian távolvalók voltunk, és Jézushoz közelvalókká lettünk, mert valami vonzott az atyához, a fiúhoz, és ünnepeljük ugye az Úr Jézus Krisztust, az ő megszületését. Mindegy, hogy milyen távolról jöttünk, az Isten utáni vágy, az egy indítatást tud adni az embernek. Amikor Heródes meghallotta, hogy ugye, milyen messziről jöttek ezek, és a csillagot is ugye tudakozódott, és nyugtalan lett. Pedig ő egy nyelvet beszélt azokkal, ott volt közel, és mégis milyen távol volt. Milyen távol volt Jézustól. Pedig néha az emberek olyan közel vannak Istenhez, a keresztény világhoz, és valahogy annyira távol kerülnek az Úr Jézus Krisztustól. Még néha a keresztények is elvesztik a hozzávezető utat, a világ leviszi őket, és nyugtalanná lesznek, és féltik a saját sikerüket, a saját állásukat, bármiüket, és valahogy nem akarják feladni a világi életüket. Ragaszkodnak tíz körömmel a világhoz, ahogy Heródes ragaszkodott az ő pozíciójához, az ő királyságához ott, ugye, és féltékeny volt. Néhány embert megkísértett ezekben az időkben, még a keresztényeket is, a negativitás, az érdektelenség és a közöny. Mit érdekel engem Jézus? Nekem fontosabb a saját munkám, a saját családom, a saját pozícióm, a saját fizetésem, a saját életem. Tehát Heródes nyugtalan lett. Azt gondolta, hogy valami az ő pozícióját el fogja halványítani, és akart új információkhoz jutni. Féltette a pozícióját. Néhány a délelemben elveszítik a látásukat, elveszítik az utat az Úr Jézus Krisztushoz, az ő királyságához, a Szent Szellem erejéhez, a Szent Szellem jelenlétéhez, vagyis elveszik azt, amit munkálkodtak, ez így van a mai napon, és sajnos távol kerülnek Krisztustól. Jézus Krisztus születésének evangéliuma ma is sok gonoszt vált ki. Ha elrobbantottak templomokat, és embereket nem engedték, hogy karácsonyi evangéliumot tartsanak. A Heródes lelkű és arcú emberek féltik a rosszul értelmezett és rosszra használt hatalmukat, féltik a királyságokat, vagy csak egyszerűen féltik a munkájukat, vagy féltik a lehetőségeiket, vagy a testi kívánságaikat, és inkább támadásba mennek át, és így válnak azzal, hogy az igaz keresztényeket, akik kiállnak az úton, a keskeny úton vannak, akár ellenségként kezelik. A jelzőtábla nélküli út az nagyon veszélyes. Amikor az ember elveszti a kontrollt Isten királyságába, és nem engedi, hogy a Szent Szellem vezesse a keskeny úton és a szoros ösvényen. Ott történnek a balesetek, a tévegések, a haragok, a neheztelések, és a tisztesség útjáról való letérések, és ez a heródesi útra lépnek az emberek. Isten a három napkeletinek üzen. És ugye itt az ige azt mondja, hogy és mivel álomban megintette, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Ez a Máté evangélium második fejezet 12. Isten ad nekünk jelzést, hogy amikor Jézusra találtunk,
akkor ne adjunk helyt a hitetlenségnek, a haragnak, a gyűlölködésnek, a leesztelésnek, és mindenféle hiába való ígérkezéseknek. Nekünk a Jézussal való találkozás, mert Jézus egy sokkal jobb útra terel el minket. Isten tud minket figyelmeztetni, ami hallgatunk rá, hogy a bölcsek is tettek, a figyelmeztetést elfogadták. Minden Krisztus útjára rátaláló ember, az egy csodálatos, mert egy új életet kapunk, és egy gyökeres változás jön az életünkbe. És nem csak az életünk lesz más, hisz a bölcsek is mások lettek. Mások lettek, mert elfogadták Isten elterelését, és már nem mentek vissza arra az útra, ahonnan jöttek. Tudjátok, néhány keresztény visszamegy a munkaalkoholizálás világába. Természetesen szükség van a munkára is, de meg kell adnom. Mindennek van rendelt ideje. Meg kéne adni az Úrnak is azt az elrendelt időt. És időt szállni az Úrra is. És nem visszamenni onnan, ahonnan jöttök, a napkeleti bölcsek visszamentek volna oda a Herodeshez, akkor árulóvá lettek volna. De miután Jézus megtekintették, és imádták, és az igazságot megismerték, és az ige szabaddá tette őket, akármilyen más kultúrából jöttek, akármilyen más életből, de valami mutatta az alázatot, és a tiszteletet, és a hódolatot neki, hogy más úton térjenek vissza, és hallgattak Istennek az intésére, és Istennek a vezetésére. Tudjátok, az emberek egy idő után olyan nagynak képzelik magukat, hogy nem ismerik, hogy mi az, hogy alázat, hogy nem ismerik, hogy mi az Úr útja, nem ismerik azt, hogy Isten más úton akar már minket vezetni, és nem a világ szerint akarja a hajunk vágását adni. Minden Krisztus útjára rátaláló ember, valójában az eddig életünk útjáról le kell térjünk, ha Krisztus követői akarunk lenni. Ez egy gyökeres változást, egy csodálatos, minőségi, jellembeli változást tud előhozni a mi életünkbe, ha mi akarjuk, ha mi hagyjuk. A test kívánságok, és akár ezek, amelyek rád kényszerítik, hogy ugyan már hagyd az Urat, ugyan már ne járj az ő útján, de így nem is leszel más. Tudod, mikor leszel más? Amikor követed az Urat. Gyökeres változás jön az életünkbe, amikor elfogadjuk Isten elterelését. A napkeleti bölcsek sem mentek már vissza azon az úton, amelyen jöttek, ahol mi volt? Ármány, ahol féltékenység volt, ahol a hústest volt, ahol az én kívánságaim voltak, a te kívánságaid voltak, ahol a testünk beszélt, ahol azt akartuk tenni, amit mi akarunk. Már nem mehetünk oda vissza, honnan jöttünk. Nekünk már oda nincs visszaút, mert annak keserve sírás lesz a vége, ha ugyanoda vissza akarsz menni. Minden Jézussal való találkozásunk az, hogy más emberé legyünk, hogy Isten mást hozzon elő belőlünk, hogy a jobbat hozza ki, és nem a rosszabbat. Tud, hogy a sátán hozza ki belőlünk a rosszat, és minden emberből ki lehet hozni a jót és a rosszat. Isten soha nem hoz ki belőlünk rosszat. Isten azt akar, hogy az ő képére és hasonlatosságára legyünk mi. Ugye, elváltozva, a bölcsek kaptak figyelmeztetést. Hát bennünk is meg kéne szólalni egy hangnak, hogy ne hallgassunk a csábító szóra, hogy ne menjünk vissza a világba, hogy ne a világba, világot kövessük, hogy ne rohanjunk a vesztünkbe, de néha érzéketlenné válunk. És a bölcsek útja a mai keresztények számára figyelmeztetés, hogy Isten tud a mi dolgainkról, és Isten szeretné a pályamódosítást végezni, Isten szeretné, ha őt helyeznéd az első helyre, és nem a közöny, az érdektelenség. Á, Jézus úgyse tud nekem semmit adni, pedig ha Istennek időt adunk, és elfogadjuk az ő pályamódosítását, ébresztő az Úr munkásainak, és mindannyiunknak. Isten mindenért tud minket kárpótolni, és az ő útján vezetni. Isten szeretné, ha pályamódosítást tudna végezni az életünkbe. Ez igenis a bölcsek útja, nagy figyelmeztetés a mai társadalom számára, hogy az Úr új terve, új célja felé haladjunk, hisz a régiek már elmúltak az életünkbe. Minek kéne oda visszamennünk? Mi volt ott a régiben? Volt valamennyi siker, volt valami dicsőség, de Isten sokkal többet tudott tenni az életünkbe. A világ nem tudott nekünk
gyógyulást adni. A világban nem tanultuk meg az isteni fajta zoé szeretetet, a világban nem tudtunk megbízni, olyan önmagunkba bíztunk meg. Istenben megbízni ma a legnagyobb dolog ebben a sötét világban, amikor az öltök haraggal teljes, mert kevés az ideje. Ma arra biztatlak benneteket, hogy tanuljatok a hibáitokból, és ha tudod, hogy mi az, már többet ne tedd, és ami nem épít téged. A közöny, az érdektelenség a legveszélyesebb dolog mindannyiunk életében. És tudod miért? Mert elválaszt Istentől és az ő útjáról. És ez a legveszélyesebb, ez az, ami elválaszt Isten útjáról. És utána csodálkoznak, hogy nem úgy alakul az életük és a dolguk. Add az Úrnak a te gondjaidat. Az aggodalom bűn. Isten meg akar segíteni. Minden szívódástól, minden megbotránkozástól. A sátán azon van, hogy levigyen minket az ő útjára, mert az öltök haraggal teljesen kevés az ideje. Hát a napkeletieknek volt útjuk Istenhez, de ott voltak a másikok. Az egyik kapott indítatást, és egy fordulatot kapott, bár nem abból a kultúrából jött. És ez a megtérés, ez Isten felé vezet minket, megtérni abból az észjárásból, hogy én megérdemlem akár, vagy ráér az Úr, vagy mit érdekel engem, hogy mit csinál az Úr. Tudod, ha elvállaltunk egy szolgálatot, arra nekünk vigyázni kell. És vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál. És vigyázzunk a becsületünkre is, mert a jó hírnevünket és a becsületünket nagyon könnyen el lehet veszíteni, akár az emberek szemébe, és Isten is meg itt tud minket ítélni, és valójában gonosztól vannak ezek a dolgok. A fordulat, a megtérés, amikor indítatást kapunk, akkor Isten felé kell, hogy vezessen minket, és nem pedig haragvással, és nem bőstelenséggel és testiséggel válaszolunk Isten dolgaira. Mert Isten dolgaira isteni módon kell válaszolni. Igen, Uram, úgy van, alázatos szívvel és tisztelettel. Mert különben ítélet lesz a vége, és megítéltetünk, hogy elvesztik, mert a világ elvette a kedvüket, az Istentől való kedvet, mert azt az indítatást, amit Isten indított a szívükbe, nem vették figyelembe. A napkeleti bölcsek figyelembe vették ezt. A napkeleti bölcsek más úton tértek vissza, és más emberé lettek, és mi is ezen az úton vagyunk, és más emberé leszünk. Isten nem vág minket fejbe, ha elrontsuk, de néhány embernek fel kell ocsúdni az ördög töréből, mert annyira büszkévé vált. Isten azt szeretné, hogy más úton térjenek vissza az ő útján. A szeretet, a megbékélés, a megbocsájtás, a megváltozás, a megtérés útján. Erre van szüksége a gyülekezetnek. Isten ezt kívánja ma tőlünk, hogy legyünk példák példagyanán, hogy ne olyanok legyünk, mint a világ, hogy ne velük vállaljunk fel közösséget. Nekünk az Úrral kell közösséget felvállalni. És megtérés kell tanúsítani, és más útra térni, és nem a világ útjára, és nem haraggal válaszolni. Elhagyom a gyülekezetet. Tudjátok, Herodes mellett ott volt a királyi udvartartás, az azonos gondolkodás. Néha a család befolyásol, ő gondolataik mások, mint a miénk. Ott vannak közel, de mégis olyan távol vannak Istentől. Még akkor is a kereszténynek vallják magukat. És rossz irányba befolyásolják még azokat is, akikben ott a buzgóság, a sátán igyekszik a fényt, a világosságot kioltani. A család által, a munkahely, a körülmények által. Nekünk ott kell maradni a Jézusi úton, mert az az út, az az igazság és az az élet, ami számunkra. Néha olyan távol vannak tőlünk azok a családtagok, illetve azok vannak közel. És azt akarják, hogy Isten legyen távol. És végül a sötétségben. Ott vannak közel, de mégis a sötétségben vannak. A sötétségben, az egoizmusban, és a saját igazságukat, az önigazságukat keresik. És keresik a mentséget a maguk számára, azonnal felmentik magukat. És ez a herodesi út. Nekünk nem ezen kell járni. Bár a napkeleti bölcsek egy más kultúrából jöttek, mégis megtértek, mégis egy olyan útra tértek, amelyen Isten akarta őket látni. És másképp mentek vissza. Gazdagon, Istentől megjutalmazottan. Még nézzétek meg Herodesnek, mi lett a vége. Gyilkosságot követette, harag, bosszúállás, féltékenység és irítség. Ez a test ott volt közel a megváltóhoz, a királyhoz. 8 kilométerre.
És mit tett, és mit csinált? Gyilkosságot, gyilkosságra követett el. A féltékenység ezt teszi. A közöny, az érdektelenség. Ó, nekem máshol van a helyem. Nekem máshol kell tenni, engem nem ismernek el. Vagy olyan közönyössé váltam már az Úr dolgaira. Annyira sok a munkám. De az Urat előtérbe helyezzük, ő is előtérbe fog minket helyezni. És soha ne felejtsd el. Ha nem az Úr útján fogunk haladni, akkor az Úr sem tud velünk haladni. Az Úr csak a keskeny úton tud velünk menni, és tud minket vezetni. A keskeny úton a szoros ösvényen. Járható és felemelhető a te életed. Jársz-e azon a keskeny úton a szoros ösvényen. A Jézusi út mindig is járható. A Jézusi úton mindig szabad pályát kapunk, ahol mi tudunk egyenesen haladni. A görbe, gírbe, görbe uta. Azok a testi dolgok, az a világ befolyása, az, ami uralja a testet, a heródesi út, amely végül is mihez vezet. Hány csalódáson mentünk át a heródesek miatt, a csalódásaik, az elutasításaik, a gyilkosságaik miatt. Isten kegyelme volt, amely megtartott, és tudod miért? Mert ott maradtunk a keskeny úton, a szoros ösvényen, és hallgattunk Istennek a vezetésére. A járható úton maradtunk. Mi nem akarunk a gonosszal együtt járni. Ők, akik ott voltak közel, sokkal távolabb kerültek Istentől. Nézd meg, Heródesnek egy családtagja nem maradt meg. Senkije. Megölték a dicsőség urát. Az a társadalmi réteg. És megölte a kicsiket. A Jézusban lévő út, az egy csodálatos út. Amikor a napkeleti bölcsek meglátták, a megváltott, örültek, mert beigazolódott az ígéret, mert kerestek és találtak. Vajon mi keresünk? Ha keresünk Isten útján, a keskeny úton, a szoros ösvényen, akkor fogunk találni. És ők rátaláltak Jézusra, és más úton tértek vissza, más emberré lettek. Ma Jézus nem kér ajándékot tőlünk. Ő ad nekünk. Ad, az ő ajándékai meg tudnak minket változtatni. De vajon mi élünk ezzel? Élünk ezzel az ajándékkal? Az Úr asztala az egy jó út. Az Úr asztalához vezető út, a győzelem útja, a megváltás útja, a gonosztól való eltávozás útja, a gyilkosságtól való eltávozás, az önzőségtől való eltávozás, a legszebb út, a Jézusi út. Hát, találjunk vissza, találjanak vissza a tévelygők, ezt kívánom ma, és mindazok, az ígérgetők, és mindazok, akik a maguk igazát keresik, és felmentést találnak magukra, az ő cselekedeteikre, amely nem Jézusi, amely nem Krisztusi, a hitünket, a szeretetünket, az odaadásunkat, és mindazokat a dolgokat, ami nekünk értékes és fontos. Hát Uram, meneküljünk meg az alkalmatlan emberektől, és azok, akikben még van valami hajlandóság, adj felúcsódást az ördög töréből a Jézus nevében. Köszönjük, Uram! Amen! Amen.